A Természetvédelem határok nélkül című televíziós sorozathoz egy fiataloknak szóló természetismereti verseny is kapcsolódik. A különleges megmérettetés részleteiről és a környezetvédelmi nevelés helyzetéről Bolláné Herbóth Erzsébet biológia tanárral, a vetélkedő szervezőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát, ha jól tudom, ez a verseny, ez egy nagyszabású ötlet volt, csak sajnos a vírushelyzet közbeszólt. Mit kell tudni a kezdetekről? Hogyan volt az eredeti elképzelés? Így van, az eredeti elképzelésünk alapján egy városi szintre kiterjesztett természetismereti vetélkedőt szerettünk volna szervezni. Csak ahogyan is mondta, a vírushelyzet közbeszólt, ugye az eredeti elképzelés alapján szerettük volna a kecskeméti általános iskolákat meghívni, invitálni erre a versenyre, de egy kicsit redukáltuk így a résztvevő iskoláknak a számát, és végül úgy alakult a helyzet, hogy egyetlen iskolában kerül megrendezésre. A Kertvárosi Általános Iskoláról van szó, ami egy kiváló helyszínt tud biztosítani ennek a versenynek a lebonyolítására. Mi egy ökoiskola vagyunk, és tulajdonképpen a mi diákjainktól nem áll távol egy ilyen természetismereti versenynek a lebonyolítása, illetve minden évben nálunk van egy 3 hetes ökoprojekt, ami tulajdonképpen egy ilyen mini természetismereti vetélkedőnek is felfogható. Tulajdonképpen akkor ennek lesz most a része. Ennek lesz most, így van, a részletes és ha lebonyolítása. Jól tudom, akkor nagyon friss a plakát is, hiszen jövő héten jönnek vissza a felső tagozatos gyerekek. Tehát igazából akkor szembesülnek majd ennek a versenynek a lehetőségével. Meg is mutatnánk akkor a kamerának megmutatom, ezt a gyönyörű plakátot. Így igaz, tehát annyira friss még ez a plakát, hogy szinte a mai napon készült el. Egyébként a diákok is a mai nap értesültek róla, így az iskolánknak a Facebook oldalára mai napon került ki a versenyre való felhívás. És hétfőn visszajönnek a gyerekek az iskolába, már várni fogja őket az információ, a felsős tantermeket fel is díszítettük ezekkel a plakátokkal, és tulajdonképpen a jövő hét elején fognak értesülni a részletekről, amit biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy sikerrel fognak fogadni. És nagyon várják már. És nagyon várják már a személyes találkozást is, és ezt a vetélkedőt is, én biztos vagyok benne. Jó kis vetélkedővel indul. Mit kell tudni pontosan a verseny felépítéséről? Hány fős csapatok jelentkezhetnek? És melyik korosztály? A verseny felépítése a következő lesz. Ugye lesz egy online fordulója, ez majd az első héten, ahogy visszajövünk, ez kerül megrendezésre. Ez a hazai vizes élőhelyekről és a rétek élővilágáról fog szólni, ugye ez felsős tananyag, 7. 8. osztály, 5. 6. osztály is ugye érintett benne, tehát ez egy ilyen szakmai jellegű online forduló lesz. Majd azt követő héten egy alkotó munkát fogunk kiírni, meghirdetni ezeknek a vizes élőhelyeknek, illetve a rétek élővilágának a védelmére vonatkozóan, illetve azoknak a bemutatására vonatkozóan fogunk plakátkészítést, vagy akár rajzot, vagy bármilyen háromdimenziós makettet lehet majd készíteni, illetve, ami szerintem némelyik korosztályt meg fogja érinteni, hogy számítógépes programmal is meg lehet majd tervezni egy ilyen vizes élőhelyvédelmi plakátot, vagy bármilyen installációt, és ezt is nagyon szívesen fogadjuk. Úgyhogy erre is fel fogunk állítani egy szakmai bizottságot majd a tantestületből, tehát mindenféle szemből meg fogjuk, vagy szemszögből vizsgálni ezeknek a munkáknak az értékét, a sikerességét, és az utolsó záróforduló lesz majd, május 28-án az iskolánknak az öldövezetében fogunk egy ilyen szabadtéri versenyt megszervezni, ami teljesen egy ilyen tapasztalat, élmény alapú szervezésben fog megvalósulni. És ötfős csapatokat fognak így a gyerekek nevezni, vagy saját maguk fognak ötfős csapatokat alkotni. És akkor ezen a döntőn az összes csapat részt vehet még? Tehát az összes csapat részt vehet, így igaz, tehát folyamatában fogjuk értékelni ezeket a munkákat, ugye az online vetélkedőnek az eredményét, az alkotó munkának az eredményét, és ugye a végső megmérettetés lesz az majd vélhetően, ami a végleges rangsort eldönti, és az első helyezést elért csapatunk egy nagyon izgalmas és érdekes nyereményt vehet át, idézőjelesen vehet át, hiszen ez is egy élmény lesz, és ami szerintem nagyon szuper dolog ebben, hogy egy élmény lesz tulajdonképpen a nyeremény, mégpedig az, hogy van egy szerbiai partnerünk is,
ott az Arkusz természetismerő, vagy természetvédelmi egyesület szervezi ezt a versenyt. Ugyanezt a versenyt. Ők annyi lépés előnyben vannak velünk szemben, hogy ott ugye korábban megkezdődött az iskolai tantermi oktatás az általános iskolákban. Ők vélhetően több helyről tudnak majd csapatokat szervezni. Részleteket nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy a mi nyertes csapatunk kiutazik ő hozzájuk. Ott Topolyán lesz még egy döntő tulajdonképpen a két csapat által. Ott is kiválasztódik egy csapat, és mind a két csapat, a hazai csapat, a topolyai csapat is elutazik majd ide hozzánk, visszajövünk Magyarországra, és a Kiskunsági Nemzeti Parknak a hozzájárulásával majd egy kétnapos tanulmány úton vehetnek részt, úgyhogy ez egy szuper kis kaland élmény, ajándék lesz. Hogy tavalyi vírushelyzetben, és idén sem igazán így van, hát a nagy kirándulni, hogy szerintem nagyon bánata, boldogok lesznek. Igen, hogy nem tudtunk személyesen kirándulni, hát most kaptam én is a hírt nemrég, mielőtt elindultam, hogy talán egynapos kirándulásokat engedélyeznek most idén. Hát ez is egy ilyen kiváló lehetőség lesz, én azt gondolom. A nyertes csapatnak legalább, de reméljük, hogy a többiek is. De jó esélyen akkor elég sok csapat fog ezen indulni. Hát több mint 100 fős a felső tagozatnak a létszáma, úgyhogy ha kiszámolgatjuk, azért az elég sok csapatot jelent, még hogyha nem is mindenki nevez be konkrétan a végső megmérettetésük, mert egyéb okokból mondjuk nem vállalná az utazást, az esetleges utazást, hogyha a nyertes csapatba bekerül, de mindenképpen az egész felső évfolyamot érinteni fogja ez a vetélkedő, hiszen ahogy az elején már elmondtam, nálunk ez évek óta hagyomány. Tehát az élményt mindenki megkapja. Igaz, így van, mindenki megkapja, tehát 2012 óta ökoiskolaként mi hagyományosan minden évben 3 hétig tavasszal a természetvédelem köré fókuszálunk minden tantárgyba, ha szabad így mondani, tehát matematikai, rajzos szemszögből, magyaros szemszögből, tehát mindenféle tantárgyat így a természetismeret, természetvédelem köré fókuszálva dolgozunk fel ebbe az időszakba, úgyhogy a gyerekeink számára ez ismerős lesz. Igazából a szemléletformálás, amely a gyerekeknél nagyon-nagyon fontos, és erre nagyon sokan hangsúlyt is fektetnek, mint halljuk örömmel, hogy önöknél is erre nagy hangsúly van fektetve. Mi a tapasztalat egyébként a mai fiatalokat, mennyire lehet erre rávenni, hogy környezettudatosan, környezetüket védve éljenek? Én azt gondolom, hogy tehát egyrészt nyilván minden a családból ered. Tehát onnan, otthonról hoznak egy ilyen családi mintát, akkor nagyon jó már a helyzetünk. De nálunk konkrétan a mi iskolánkban azért egy erőteljes környezeti nevelést, egy természetvédelmi szemléletet kapnak a gyerekek. Az iskolánk 3/4 része zöldövezet, van kerti tavunk, van most fejből meg se tudom hirtelen mondani hány madárodunk, költőodunk, madárettetőnk, tehát ők akár természetismereti szakkör keretein belül, de akár csak úgy egy szabadtéri tanórára kiülünk egy szabadtéri pavilonba, tehát ők azért elsőskoruk óta kapják ezt a szemléletet, úgymond. Jó eséllyel indulnak, és én azt tapasztalom, hogy alapvetően minden gyerekben benne van a természet szeretete, csak valahogy ezt elő kell hozni. És hiszem azt, hogy ennek a fontos kulcsa a tapasztalat, élmény alapú tanulás. Egészen más egy projektorról kivetíteni egy vizes élőhelynek, hogy ugye aktuálisan a témánknál maradjunk, ugye a vetélkedőnek a kapcsán is. Egész más, hogyha így tapasztalják a gyerekek, hogy minden évben a 6. osztályosokkal belemászunk a kertitóba, ott megnézzük, hogy mi lakik benne, egy kicsit kitakarítjuk, egy kicsit átvizsgáljuk, mint úgy, hogyha akár egy filmet vetítek nekik, és úgy beszéljük meg. Tehát ez egy óriási ajándék és lehetőség, hogy ilyen körülmények között tanulhatnak. Az egész piciket is be lehet akkor vonni. Egész piciket is bele lehet, hogy ne? Tehát ez egy lineáris rendszer, belsőtől 8-ig ki van építve a mi kis öko projektünk, és a szemlélet is ilyen. És mi a tapasztalata fordítva, mennyire igaz, hogy tehát azok a gyerekek, akik otthonról nem hoznak ugyan mintát, de egy ilyen iskolába, egy ökoiskolába tudnak járni, ilyen vetélkedő részt venni, ilyen gyönyörű környezetben tanulni, esetleg át tudják formálni a családot? Én azt gondolom, hogy van erre esély. Személyes tapasztalatom, például a saját osztályomban is, 8-os az osztályom jelenleg, úgyhogy mi is ilyen ballagásban is vagyunk többek között. Saját osztályomban tapasztalom, hogy például a pillepalackokat, az egyszer használatos ásványvizes flakonokat így 4 év alatt lecserélték, és mindenkinél megjelenik a kulacs, töltögetik a csapon szünetbe,
és van, akitől hallottam ezt, hogy családon belül is ez egy szokássá vált, van kis testvérnek, már anya is munkába viszi, apa is munkába viszi a kulacsot, és nem veszik otthon az ásványvizet. És ez van, lehet, tehát, hogy az iskolából vitték haza. És így jó van, esélye. Lehet, hogy az iskolából, és már olyannak is voltam fültanúja, hogy kisgyerek, alsós kisgyerek, édesanyát tájékoztatta hazafelé menet az iskolából, hogy na, ott van a szén cinege, és ennek itt van a fészke, és itt költ a mi iskolánknak a területén. És lehet, hogy anyuka addig még, hát hallani, biztos, hogy hallott, igen, róla, de hogy az ő kicsi gyereke, harmadikos, negyedikes ezt így meghatározta, és fölismeri, és tudja, szerintem fantasztikus dolog. Azt gondolom én is, és legyen ez egy nagyon szép zárszó. Nagyon sok sikert kívánunk az itteni megrendező versenyhez is, illetve a győztes csapatnak majd a kijutásáshoz és az ottani versenyhez nagyon is. Nagyon szépen köszönjük. És köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.